kísérletünkben különböző helyről vett vízmintákat fogunk indikátorpapírral megvizsgálni. A kis főző poharakon látszik, hogy esővizet, csapvizet, a Tiszából, illetve a Szamosból vett folyóvizet, illetve egy pocsolyából vett vizet fogunk összehasonlítani kémhatás szempontjából, és azt szeretnénk megnézni, hogy van-e különbség a kémhatásban, illetve hogyha van, akkor annak mi lehet az oka. Tehát veszek egy kis univerzális indikátorpapírt, beletesszük az esővízbe, és akkor az látszik, hogy semleges kémhatású, mint a kísérlet előtt vártuk is. Aztán a következő a csapból vett víz. Látjuk, hogy ennek már eltolódik a savas irányba a kémhatása, már csak 6-os. Következő a Tiszából vett vízminta. Itt is látszik, hogy 6-os, körülbelül 6-os kémhatása van, tehát eltolódik a savas fázis felé. Aztán a Szamos vizébe teszünk indikátorpapírt. Rövid ideig bent tartjuk. És ezt is megnézzük, hogy csak enyhén savas 6-os a pH-ja. És végül egy pocsolyából vett vizet fogunk vizsgálni, ugye a szennyeződéseken látszik is, hogy nem olyan tiszta a vize. És rövid ideig bent tartva látjuk, hogy semleges, illetve enyhén savas kémhatása van. Ugye ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a környékbeli vizeinket szerencsére nem éri olyan nagy szennyeződés, ami eltolná a savas irányba a kémhatásukat.